Kutatásunk az a serdülő korosztályt célozza meg, a 11, a 13, a 15 és a 17 éves korosztály körében vizsgálódunk, ez egy életmódi vizsgálat. Főként európai országok vesznek részt a nemzetközi kutatásban, és Észak-Amerikából az USA és Kanada is. A kutatás negyedszázados történetét úgy kell elképzelni, hogy 4 évenként végzünk felméréseket az említett korosztályban. Ezek mindig iskolában történnek, önkitöltős kérdőívek segítségével. A beleegyezés a vizsgálatban, tehát az iskolák önkéntesen vesznek részt a vizsgálatban, a gyerekek szüleinek a beleegyezését is kérjük, és a gyerekek maguk is önkéntesen vesznek részt a kérdőívek kitöltésében, egyébként pedig anonim a kérdőív kitöltése, tehát névtelenül gyűjtjük az adatokat. Magyarország az egyik legrégebbi tagja ennek a nemzetközi kutatócsoportnak, a 80-as évek közepe óta gyűjtjük az adatokat. Eddig összesen 7 országosan reprezentatív felmérésünk volt, a legutóbbi a tavalyi tanévben. A kutatásnak a célja az lenne, hogy a serdülőkorú korosztálynak az egészséget befolyásoló magatartását, életmódját vizsgáljuk, illetve a mentális egészségüket, az úgynevezett szubjektív jóllétüket, illetve számos olyan háttértényezőt, amelyek ezeket befolyásolják.